Már körvonalazódik a parkoló és az ökocentrum főépületének építése is jó ütemben halad Nagykáló harangodon. Jelenleg 30%-os készültségen van a megyei fejlesztési ügynökség, az Alkossunk Várost Alapítvány és a Kölcsei Televízió közös beruházása. Az Európai Unió összesen csaknem 1,5 milliárd forintos támogatásából itt és a megye további 3 helyszínén valósulnak meg olyan turisztikai attrakciók, amelyek a megye természeti értékeit mutatják be a látogatóknak. 4 komponense van ennek az egész projektnek. Az egyik ebből ez az ökocentrum, amelyet a Kölcsei Televízió épít itt Nagykáló harangodon a 75 hektáros tó mellett, vagy tó partján. De hát a többi eleme is, melyek már készen van ennek a projektnek, például Kisvárdán a Natura Cinemakva területén belül egy ilyen pihenőparkot alakítottunk ki, Vásárosnaményban egy filagória, illetve játszótér lett, vagy létezett, illetve ami még lesz, az Leveleken egy horgászati centrum, igazából ez egy horgászati kiállításnak helyet adó centrum, ez pedig éppen 75%-os készültségen van. Így mutat majd kész állapotban a Nagykáló harangodon épülő ökoturisztikai látogatóközpont. A 75 hektáros tó melletti területen hosszú káskígyózó épület létesül, melynek helyiségeiben interaktív kiállításokat rendeznek majd be. A megye természeti értékei így nem csak vizuálisan jelennek meg, a jellegzetes hangok és illatok teszik még különlegesebbé a kiállító termeket. Ez egy 500 millió forintból épülő épület, amely különböző kiállítótereket tartalmaz, de van benne például egy vetítőterem is, ahol különböző filmeket fogunk majd vetíteni, vagy egy egyéb közösségi tér, ahova családokat és osztályokat, iskolákat is várunk. Illetve ennek a projektnek a folytatása egy másik pályázatból, egy román-magyar pályázatból épülő játszótér, pihenőpark, illetve különböző grillező, sütögető terület lesz, valamint egy sétány is épül, amely levezet a tóhoz, úgyhogy ha valaki ide kilátogat, a családok vagy akár az osztályok, akár egy egész napot el tudnak majd itt tölteni. A Nagykáló harangodi ökoturisztikai látogatóközpont üzemeltetéséhez korszerű és természetbarát technológiákat, valamint megújuló energiaforrásokat használnak fel. A beruházás a tervek szerint 2023. május végén készül el.